Szerződést bontott feladójával a Fátum Nyíregyháza, Herdő Zsófiával, a női röplabda csapat előkészítőjével egyeztettek a vezetők, és a posztra új játékost keresnek. A feladó a főiskolai tanulmányait helyezte előtérbe, a csapat céljainak eléréséhez viszont egy olyan játékosra van szükség, akinek a röplabda az első. Folyamatosan keres a klub a posztra új röplabdást, de idény közben nem könnyű találni. Magyarországon nincs jelenleg olyan előkészítő, aki megfelelne és szerződtethető, így kénytelenek légióst igazolni. Addig Sitkó Tamarának kell ellátnia ezt a feladatot. Ütőposztra viszont érkezett egy új játékos Kovács Edina személyében. 5 évek óta szerette volna szerződtetni a klub, most sikerült átcsábítani Miskolcról. Kedden a Vasas elleni Mevza meccsen debütálhat hazai pályán. A csapatra mozgalmas hét vár, csütörtökön a horvát Porecs érkezik a Közép-Európai Ligában, vasárnap pedig a Röpke esélyt fogadja bajnokin a Nyíregyháza. Folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó téli kispályás bajnokságban. A sorozatban 40 csapat vesz részt. Nagyon sok csapat jól gondolkodik, hiszen a tavaszi idényre való felkészülés szolgálja a terembajnokság, és azok, akik a terembajnokságban szerepelnek, azok minden évben bizonyítottan sokkal jobban szerepelnek a tavaszi idényt illetően, és hát ezért is nagyon fontos, hogy minél több csapat jöjjön el. Hát így most gyakorlatilag a bajnokságnak majdnem a fele itt van, hiszen 113 csapat szerepel a szabadtéri bajnokság, itt pedig 40 csapat van. A téli terembajnokság mérkőzéseit a Móra iskolában tartják, a szezont egy szuperdöntő zárja február végén.